Két dologról vagy nagyon híres. Az egyik az, hogy Tanka László dalainak súlyos közreműködője vagy. Egyik részről, másik részről pedig Győrben te vezeted az egyik legjobb énekiskolát, legalábbis úgy hallottam, azt csütörtök a madarat, és hát erről egy kicsit beszélgessünk, jó? Hogy hogyan jött az ötlet egyáltalán, hogy Lacival együtt énekeljetek, aztán majd a következő kérdés. Rendben, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát igazából ötletben az a Laci volt, most hova szökött. 16-os találkozón voltunk először, egy közös ismerősünk szervezett bennünket, és hát jöttem a tanítványaimmal, hoztunk egy zenekart is, feldolgoztuk a Világvándor című dalt, ami nagyon tetszett Lacinak, és utána kért fel tulajdonképpen arra, hogy vokalistaként, illetve egyik dalban zenészként is vegyek részt a lemez munkálataiban. És hát a másik kérdés arra irányul, hogy nagyon hosszú évek óta vezetsz egy iskolát, egy zeneiskolát. Erről egy kicsit mesélj nekünk. Jó. 2011 óta létezik a Viktória Énekstúdió Győrben. Igazából úgy jött létre, hogy én, amikor sokkal fiatalabb voltam, éneket szerettem volna tanulni, eredetileg zongoristának tanultam 6 éves koromtól, de úgy hozta a sors, hogy később egy mikrofont is a kezembe nyomtak, és hát meg kellett tanulnom énekelni. És akkor jöttem rá, hogy nagyon nehezen találni jó énektanárt Győrben, illetve a környéken. Klasszikus műfajban sem lehetett találni, jazz műfajban pedig egyáltalán nem, sehol. És én pedig jazzt akartam volna tanulni, de hát akkor úgy adódott, hogy 5 évig klasszikus éneket tanultam, amit egyébként nem bántam meg azóta sem. Jazz pedig később tudtam kitanulni, és akkor fogant meg bennem a gondolat, hogy Győrben kellene létrehozni egy pop-rock jazz könnyű zenei énekiskolát, tulajdonképpen így jött létre. Na, nagyszerű, akkor pedig most két dalt fogunk tőled hallani, ami? Az egyik egy kicsit vidámabb, lehet mondani kicsit gyermetek dal, Legyen hó, a másik pedig egy sokak által ismert amerikai dal, aminek én írtam most egy magyar szöveget. Ez pedig a Harry Orson. Nem, csak gondolkoztam, hogy angolul mondjam, hogy magyarul. Nekem még megvan. Köszönöm. Jöhet kis fordítás, ez egy puskát ide. Oh,
gyerekeink, most pedig szeretném figyelmükbe ajánlani,